Idén már 10. éve mutatja meg Európában a tudomány, sokszor titokzatosnak vagy a hétköznapoktól távolinak tűnő világa, a szórakoztató oldalát a kutatók éjszakáján. A Pécsi Tudományegyetem szekszárdi és pécsi helyszínein végeláthatatlan programkavalkádban vehettek részt kicsik és nagyok egyaránt. A természettudományi karon kinyíltak a laborajtók, a látogatók találkozhattak a kutatókkal, kipróbálhatták eszközeiket, találmányaikat. Láthatóvá vált például a láthatatlan légió, a mikroszkopikus lények. Itt 400-szoros hangításban lehet látni magát. Igen, igen, tehát ugyanaz a mikróba, és akkor ott pedig animációban van kivetítve. Azért nagyon fontos ugye a kutatók éjszakája, hogy a tudományt népszerűsítsük, terjesszük, magyarázzuk az embereknek, ugye, hogy mi történik maga egy mikrobiológiai laborban, milyenek a baktériumok, a gombák, és ugye így talán a diákokat, a fiatalságot is jobban megérinti maga a tudomány. A szakemberek a rákkutatás aktualitásait, a dinoszauruszok ősi világát, vagy akár Amerika természeti csodáit keltették életre előadásaikban. A Rainbow szivárvány kejszírtó, ez az algáktól ilyen színes, meg vagy melyik alga hány Celsius fokos vizet szereti, és akkor ahogy ez a víz 90 foktól jön kifelé, 80, 70, 60, 50, 40, 30, úgy jönnek a különböző színű algák. Az aktivitás és a mozgás hívei pedig akár még egy street jam órán is részt vehettek. A műszaki és informatikai kar gépek, technikák, műszaki megoldások mikéntjére és hogyan nyára igyekezett válaszokat adni. Ez egy gravírozó gép, ezt a hallgatók csinálták még 2008-ban itt a Hollánkon, és ez a szoftver vezérli a gravírozógépet. Különböző kódolással van leírva az a feladat, amit meg kell valósítson a gép. Ugye ez most konkrétan a PMMK feliratot írja ki nekünk. Háromdimenziós nyomtatás, szerkezeti játékok és többdimenziós kockák élményműhely várta a kreatívkodni vágyókat. Minden évben szoktunk jönni, csak eddig a Pollákon nem volt, úgyhogy gondoltuk, most ide felnézünk. És ez a program, ez nagyon tetszik, tehát hogy így interaktívan lehet így kockázni most. Idén is sokakat vonzott a Kutatók éjszakája rendezvénysorozat, melynek szervezői jövőre is szeretettel várják az érdeklődőket.